Éppen csokrot kötnek ebben a dunaújvárosi virágüzletben anyák napjára. Az ünnep története az ókori Görögországban nyúlik vissza. Magyarországon 89 éve mindig május első vasárnapján köszöntjük az édesanyákat. Ugye most már közel egy évszázada ünnepeljük itthon Magyarországon is, hiszen az első hivatalos ünnep 1925-ben volt Magyarországon. Ezt az ifjúsági Vöröskereszt Szövetség tartotta. Ezt megelőzően viszont szintén, tehát a középkor egész régre visszanyúlik. És én úgy gondolom, hogy az anya iránti tisztelet a legfontosabb, illetve szeretet, hogy ő felnevelt, hogy ő az a biztonságérzet, akire mindig számíthatunk, mindig ott van, és hát a kezében tart, meg a szárnyával véd bennünket. Az édesanyák és az anyaság tisztelete mindig is jelen volt az emberiség történetében. Minden évben ilyenkor nagyobb figyelem jut az édesanyáknak, a nagymamáknak. Anyák napján sokan keresik fel a virágboltokat, hiszen a legtöbben virággal kedveskednek, de vannak olyanok is, akik kisebb ajándékkal készülnek. Hát meglepetéssel, verssel, meg virágokkal. Virággal természetesen, virággal és édességgel. Képeslap az anyának. Általában verset vagy dalt írunk anyunak, meg valami virágot már csak így szokott kapni. Virággal, szeretettel, amivel kell, mindennel. Már megvettem az ajándékot édesanyámnak, egy ékszerrel szeretném őt meglepni. Virágot és még egy kis különlegesség készülök majd. A szakember szerint, ha virággal akarunk kedveskedni édesanyánknak, a legjobb, ha figyelembe vesszük, hogy mi a kedvenc virága, és ezzel próbáljuk meglepni őt. Érdemes elsősorban arra odafigyelni, hogy valószínűleg a kedvenc virágát próbáljuk meg édesanyánknak prezentálni. Én legalábbis ezt tartom fontosnak, de emellett azért vagyunk itt sokan, hogy segítsünk. Tehát én nekem az anyáknapi csokor az egy szép nagy körcsokor, tehát tele virággal, legfőképpen tavaszi vagy ilyen apróbb virágokkal. Szabóné Palkovics Katalin kiemelte, nagyon fontos, hogy ne csak ezen a napon szeressük édesanyánkat, hanem az év többi napján is.